Tóth Julianna távlati tervei a kosárlabda, újabb milliós adomány a kórháznak, halálos baleset volt fegyverneknél, belföldi szállodákban üdülne a magyarok fele. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. május 11-én 18 óra 5 perckor. Tóth Julianna, a karcagi Nagykun Református Általános Iskola 8-osa, a Szolnoki Sportcentrum leány kosárlabda szakosztályában játszik. A tehetséges fiatal lány mindene a kosár. Távlati terveit is ebben képzeli el. Tóth Julianával, a karcagi Nagykun Református Iskola végzősével arról beszélgetünk, hogy hogyan is jött az életébe a sport, és miért pont ezt a sportágat választotta. Mikor kezdtél sportolni? Múlt december volt 5 éve, harmadik év végén kezdtem el. Volt egy edző Karcagon, Rideg László, aki nagyon szerette volna, hogy elkezdjem, és addig kereste anyáikat, amíg el nem kezdtem, és azóta kosarazom. És miért pont a kosár? Nem tudom, táncoltam is, de valahogy ez maradt az, amit nagyon-nagyon szeretek. De mi jelenti a szépséget a kosárban? Minden. És csapatmunka, az nagyon-nagyon szeretek csapatba dolgozni. Egyénileg már nem annyira. Meg tetszik minden, a labdajáték, hogy kell, mind kell, minden jó. Úgy tudom, hogy nagy előrelépés is történt ebben az ügyben az életedben, hiszen Szolnokra is beválogattak. Mesélj erről egy picit, hogy ez hogy volt, ki figyelt fel rád, hogy kerestek meg? Ez úgy volt, hogy 2 évet kosaraztam Karcagon, és 3 év, most lesz a harmadik éve Szolnokon. Volt egy meccsünk Szolnok ellen, és anyáik is, meg én is úgy gondoltuk, hogy jobb lenne ott, és beszéltünk a szakosztályvezetővel, Tóth Viktorral, és meg elsőnek úgy volt, hogy csak bejárok edzésre, de utána az lesz, hogy átigazoltam oda, és szerintem nagyon jó döntés volt, és persze anyáik is nagyon sokat tettek hozzá. Mesélj egy picit a iskolai dolgokról. Mik a kedvenceid, miben vagy kiemelkedő a testnevelésen kívül? Én az iskolában nem nagyon vagyok úgy kiemelkedő, nem járok semmilyen versenyre, meg semmi ilyesmi. Tehát tanulás... Sport a minden? Igen, igazából az a tesi órák, azokat nagyon szeretem. Szeretek még rajzolni, szeretem a rajzórákat, meg az informatika órákat is úgy szoktam várni, de úgy nem nagyon szeretem egy tantárgyat se. Mi leszel, ha nagy leszel? Tehát 8. után hol folytatod? Szolnokra megyek a Széchenyi István gimnáziumba, testnevelés szakra, és utána majd jön. De akkor gondolom, egy ilyen edzőség, válogatottság, tehát ha játszunk egy kicsit a gondolattal, akkor mi van benne? Szeretnék minél magasabb szinten kosárlabdázni, és ameddig lehet válogatott és játékos lenni. Utána majd jött az edző, meg a szakma, de minél tovább szeretnék játékos lenni. Tehát akkor tulajdonképpen a következő 15 éved, az biztos, hogy a kosár körül forog. 1000% biztos. Melyik meccsen voltál a legeredményesebb? Tehát mondjuk mennyi kosarat dobtál? Mi a rekordod? Azt úgy emlékszem, hogy a 25 pont talán meg volt az egyik meccsen. Nemrég kaptam egy egynapos tornán Pesten a csapat legjobbja díjat. Sose kaptam ilyen díjat, szóval nagyon örültem neki. Mitől lesz valaki a csapat legjobbja? Az edző döntötte el, hogy kikapja meg, és azt mondta, hogy most megérdemeltem én. És te hogy érzed, mivel érdemelted ki? Szerintem ugye kitartásom miatt, mert mindig ott voltam, mindig számíthattak rám, és a védekezésem az nagyon jó, és támadásban is inkább próbálkozom. Újabb, jelentős adományt hoztak a Kátai Gábor Kórház számára a Tiszatavi Keresztény Polgári Kör tagjai.
A mintegy másfél milliós adományról elnöküket, Fodor Gusztávot kérdeztük. Tudni kell azt, hogy a Tisza-tavi keresztény polgári kör, már ugye ez már talán a negyedik alkalom, ahol ki tudtuk fejezni a kórház felé a nagyra becsülésünket, a hálánkat, hogy ilyen hősiesen helytállnak ebben a nagyon nehéz időszakban. Írtam a holland támogatóknak, a Gyermekek Szükségben Alapítvány kuratóriumának, akik felvették a kapcsolatot az Amsterdam Medical Centerrel, és kórházi ágyat küldtek két kerekesszéket, küldtek két ilyen időseknek való járássegítő gépet, orvosi ruhákat kaptunk, használt ruhákat kaptunk, fertőtlenítőszereket kaptunk, maszkokat kaptunk, többféle maszkot, és ezen kívül még egy körülbelül egy ilyen 40-50 kiló csokit is küldtek, aminek én külön örülök, mert hogy a boldogsághormonok ilyenkor nagyon fontosak, hogy ebben a megfeszített munkában az 5 perc pihenő a 2-3 óra alatt az tényleg hatékonyabb tudjon lenni. Nagyon örültünk annak, hogy tudtunk segíteni, és azt tudom mondani, ami egy jó képregény végén, hogy folytatása következik. Az a helyzet, hogy mi együtt tartjuk az ujjainkat az ütőereken, együtt menedzseljük a belföldi kampányt, és együtt menedzseljük a külföldi kampányt is, és az Életmentés Másként program keretében valósulnak meg ezek a támogatások, és folyamatosan belföldről is érkeznek a felajánlások, de most valahogyan a külföldi felajánlók beellőzték a magyarokat, de tudni kell azt, hogy a lélekemelő szívecskékkel jövő hét, vagyis héten pénteken 10 órára megyünk a Mezőtúri Kórházba, és június végén pedig a Betesda Gyerek Kórházat fogjuk megajándékozni lélekemelő szívecskékkel, és ha Isten megsegít, akkor az év végére az ország minden kórházába szeretnénk egy kis lelki biztatást elvinni. A következő karcagi adományt május végére, június elejére tervezik. Tisza-Szent Imrén és Karcagon, a református esperesi hivatalban már gyűlnek ehhez is a felajánlások. Már beindult egy csatorna, a civil szervezetek, a segítő emberek, magánszemélyek most már megtalálták azt a módot, hogy tudnak a közösségnek segíteni, akár az egészségügynek, akár a szociális ágazatnak. Én azt gondolom, hogy a vírus nagyon sok negatív dolgot hozott, de hozott pozitívat is. Az emberek rájöttek, hogy mik az értékek, mi a fontos dolog, és arra is rájöttek, hogy ha nem segítünk egymásnak, ha nem figyelünk egymásra, akkor sokkal rosszabbul járhatunk, sokkal rosszabb lesz az életünk. Nekem volt lehetőségem egy kicsit betekinteni az egészségügyi dolgozók munkájába. Egy oltóponton voltam önkéntes, és láttam azt, hogy nap mint nap a megfeszített munka a védőoltások beadásával. Szerencsére nem láttam, hogy a Covid osztályokon micsoda megfeszített munka van. Én azt gondolom, hogy minden elismerést megérdemelnek az egészségügyi dolgozók, és azt a hálát, amivel a társadalom fordul feléjük. A kórház dolgozói nevében Nagyné László Erzsébet főigazgató köszöntem meg a felajánlásokat. Köszönjük a felajánlásokat is. Nagyon nagy öröm számunkra, hogy ilyen jó kapcsolat alakult ki, nem csak az utóbbi időszakban, hanem már egy elég régóta tartó kapcsolat ez a Tisza-tavi Keresztény Egyesülettel, de nem csak ővelük, hanem a holland kórházakkal is. Ez a mostani mai adomány, ez kimondottan úgy jött Hollandiából, rajtuk keresztül, hogy a karcagi Kártai Gábor Kórház részére küldtek külön-külön a dobozok is, amik itt voltak az imént felcímkézve egy-egy adományt. A ruhákon kívül, amik már ugye korábban is érkeztek a munkaruházati cikkeken kívül, egyéb olyan adományok is érkeztek most, például rengeteg holland csokoládé, ami kimondottan a itt dolgozóknak fogunk átadni, és nekik is küldték nagy-nagy szeretettel. Úgy gondolom, hogy ez az összefogás akár megyei szinten az egészségügyben dolgozók részéről, akár országos szinten, de mint látszik, nemzetközi szinten is megvan, és tudják ők is, hogy micsoda leterheltség van az itteni egészségügyi dolgozókon is, és hogy ezzel a szeretett csomaggal próbálnak a lelkükön a kollégáimnak segíteni. Ez nagyon-nagyon nagy dolog, és nagyon jó dolog.
És hát azon kívül most is volt benne egy-két eszköz is ebben az adományban. Nagyon örülünk minden olyan hasznos eszköznek, amit akár a mi dolgozóink, legyenek a takarítási csoport, egy takarító kocsi, vagy a benfekvő betegek, és nyilván a nővéreknek is könnyebbség egy igen komplex felszerelt betegágyal fogadni a beteget, de egyebekben minden mozgásszervi problémával küzdködő, és így úgy gondolom, hogy a post-covid betegellátásban is hasznos eszközöket is kaptunk, úgy a kerekesszékeket és a rollátorokat, amikkel ugye a járás segítő eszközök, és a post-covid ambulancián keresztül a fekvő betegellátásban is fogjuk tudni segíteni a felépülésben résztvevő betegeinket, úgyhogy hálásan köszönjük ismét a Kátai Gábor Kórház részéről ezt az adományt. Halálos kimenetelű közúti közlekedési baleset történt Fegyvernek külterületén, az Örményesi leágazásnál. A jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján egy személygépkocsi vezetője közlekedett Örményes felől Fegyvernek irányába. A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint egy személygépkocsi vezetője közlekedett Örményes irányából Fegyvernek felé, amikor eddig tisztázatlan körülmények között elveszítette uralmát járműve irányítása felett, a menetiránya szerinti jobboldali árokba haladt, ahol a jármű a tetejére borulva állt meg. A baleset következtében a személygépkocsi sofőrje a helyszínen életét vesztette. A katasztrófa védelem is a helyszínre vonult. Az esethez a Törökszent Miklós önkormányzati tűzoltók vonultak, akik feszítővágó berendezéssel felnyitották a gépjárművet, majd kiemelték a benne lévő embert. A tűzoltók ezt követően motoros láncfűrésszel megtisztították a gépjármű környezetét, majd kiemelték az autót, áramtalanították és felhelyezték az autómentőre. A magyarok közel fele belföldi szállodában üdülne a koronavírus korlátozások feloldása után. A feloldása után a hotelek által nyújtott élmények közül leginkább a svéd asztalt, a teljes körű kiszolgálást, valamint a szabadidős programokat és a szórakozási lehetőségeket várják a válaszadók. Ez derül ki a Danubius Hotels és az Opinio piackutató friss reprezentatív felméréséből. A Karcag TV-hez eljuttatott közleményükben ismertetik, az első idei nyaraláskor leginkább arra vágynak a választadók, hogy megpihenjenek egy tóparton, felfedezzenek egy új várost, beüljenek egy étterembe, igénybe vegyenek egy wellness szolgáltatást, valamint együtt kocincsanak a barátokkal. Tavaly minden tizedik megkérdezett a járványveszély miatt döntött úgy, hogy a külföldi pihenés helyett egy belföldi hotelt választ a kikapcsolódáshoz. A felmérés szerint jelenleg már a magyarok 43%-a tervezi, hogy magyarországi szállodában üdül a koronavírus járvánnyal kapcsolatos korlátozások feloldását követően. A válaszadók döntő többsége, 83%-a elsősorban az interneten néz utána a szabadidős programoknak, de sokan spontán, 42%-ban, vagy ismerősök ajánlásai alapján 31%-ban választanak szabadidős tevékenységet. Az idei nyaralást a magyarok 43%-a családdal, 31%-a párjával kettesben tervezi eltölteni. A megkérdezettek ötöde nem tervez nyaralást az idén. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon. Viszontlátásra!